Magyarország elsőként lehetett vendéglátó ország a European Defence Agency's 11. Fireblade 2017 elnevezésű helikopteres gyakorlatának. A május 12-ig tartandó gyakorlaton egy 450 fős kontingens vesz részt 17 katonai eszközzel. Ausztria, Belgium, Németország, Szlovénia légiereje mellett a hazai helikopteres alakulat is közreműködik. A mai napon egy érdekes feladatot kaptak a nemzetközi személyzetek. Egy ellenséges országnak a vezetőjét kell elkapni bármi áron, és ehhez a magyar szárazföldet, illetve a különleges műveletet fogják bevetni. Tehát itt most az történik, hogy helikopterekkel hozzák azokat a katonákat, akik megpróbálják az ellenséges országnak a vezetőjét elcsípni. Nyilván, mivel úgy állítottuk be az alaphelyzetet, hogy nagyon veszélyes a küldetés, ezért a magyar Gripenek is részt vesznek ebbe a műveletbe, mindjárt megjelennek a fejünk fölött, és biztosítják azt, hogy a nemzetközi helikopteres csapat biztonsággal ki tudja rakni azokat a szárazföldi erőket, akik utána véletlenül el fogják kapni a rossz fiút. A hajmást kérem megtartott gyakorlaton először egy külső védelmi gyűrűt alkottak az ellenséges objektum körül, hogy a területet biztosítsák. Ezzel zárták el a lehetőséget az újabb erők betörésétől. Ezután a különleges műveleti erők érkeztek a helyszínre, ahonnét a célszemélynek sikerült autóval elmenekülnie. Őt rövid idő alatt ártalmatlanították. Az akció után könnyű és életveszélyes sebesülteket, szenvedetteket kellett ellátni. Közben az ellenséges erők egy T-72-esből tüzet nyitottak a különleges erőkre. Ellenállásukat légicsapással sikerült megtörni. A sebesülteket végül kórházba szállították.